A nagy birodalom. Első rész. Róma. Krisztus előtt 44. Polgárháborúról suttognak. Julius Cézár hadisikerei kivívták számára a népszeretetét és a romlott erkölcsű szenátus gyűlöletét. Cézár dicsőségét véres látványosságokkal szennyezik be. Halálos rabszolgaviadalokkal. A köztársaság haldoklik. Ez a gladiátorok kora. És még véget nem ér. A birodalom sorsát egyetlen ember tartja a vállán. Egy rabszolga, egy gladiátor. Készültünk, hogy a szenátus lépcsőin fogadjuk. Ehelyett Cézár idehoz minket? Politikai fogás, hogy megnyeri a népet. Róma a szenátus, nem a nép. A szenátus a köztársaság. Akkor hát igaz a szóbeszéd. Király akar lenni. A félvilág nem elég neki. Az egész kell, Brutus, és követeli mellé még a napot és a holdat is. Király! Isten akar lenni. Látok mellette szenátorokat. Marcus Antonius, a legjobb formában. Róma hőse hazatért. Üdv, édes bátyám. Drága Ácia. Octavius? Az unoka öcsét késik. Nemes Cicero. Olvastam a munkádat. Brilliáns, mint mindig. De keményen bánsz velem. Fogadd meg egy rigolyás vén ember tanácsát. Felvirratt a te napod. A hódítások után állítsd helyre Róma egységét. Bölcs Cassius. Győzelmes Cézár. Róma újjong. A szenátus 12 szobrot állított tiszteletedre. Az elsőt a mai cirkuszi játékon mutatják be. Elefántcsontból van. Köszönöm. Szenátorok dísze, Brutus. Cézár. Hadd nézzelek. Igazi szenátor. A táborban rá se ismernének. Cserben hagytam őket. Elég a szóból. Gyerünk az arénába, a versenyekre! Polgárok! Gladiátoraink ma a hazatérő hős tiszteletére küzdenek. Ő az, aki legyőzte Zelát, aki meghódította Galliát, a nagy Julius Cézár! És most elétek lép a küzdőtérre a rettenthetetlen harcos, amilyen nem volt a karthágói Hannibal óta, a legyőzhetetlen. Íme ő az, a hálóval küzdő.
magyar hangok. Balázs Zoltán, Kőszegi Ákos, Széles László, Hámori Gabriella. Magyar szöveg Frigyes Katalin, Vágó Kozma Mari, hangmérnök Bán Péter. Gyártásvezető Rácz Gabriella, szinkronrendező Aprics László. Semmi se változott. A halálba indulók köszöntenek, Cézár! Tyrannus jó harcos. 100 dinárba fogadok, hogy ő lesz a győztes. Cassius? Nem tartom számon a gladiátorokat. Túl gyorsan kihalnak. Nem mindegy, melyik győz, bátyám. Ez nem igazi csata. Viszont igazi vérre megy. Honnan is tudsz te az igazi csatákról? Könyvek. Bebizonyítom. Vigyél magaddal Szíriába, hadd harcoljak a pártusok ellen. Octavius! Nem. Veled más terveim vannak. Elkényeztetett húgom. Hogy én? Nem tőlem kapott 20 líbiai lovat a születésnapjára. Harcosát kutyák elé vetik. A nap étvágya változik, nagy Cézár. Most hősei vérére szomjazik. Hol vannak Róma eszményei? Rajta, Tyrannus! Cézár, most, hogy hazajöttél... Ma még hagyjuk, Cassius. Figyeld a küzdelmet. Nagy könnyebbség volna, ha tudnánk, mire készülsz. Ha minden áron tudni akarod, hát tessék. Még a szíriai hadjárat előtt dekrétumot adok ki a földről, hogy a kevés kiváltságos helyett inkább Róma népének jusson. A szenátusban élénk vitára számíthatsz. Állok elébe. A híveim majd keresztül viszik a reformokat. Úgy legyen. Let's go.
A légiónál volna a helye. Kár, hogy rabszolga. Válaszolnak? Mármint az isteneid. Néha. Igazán? Néha? Jeleket adnak. Nekem miért nem? Talán adnak, csak nem veszed észre. Pedig rám férne. Milyenféle segítséget vársz? Kérd Minervától. Megkérem, hogy vezessen el Rómából. Messze ettől a tömény unalomtól. Remélem meghallgat. Hogy hívnak, Vesztaszűz? Kamane. Kamane. Én... Bocsásd meg, mennem kell. Kamane! Mikor válaszol Minerva? Amikor akar. Miért vágyodsz el innen? Mindenki azt hinné, Cézár unokaöccse kívánhat bármit. Mindenki téved. A családom úgy kezel, mint egy gyereket. Talán mert úgy viselkedsz. Nincs Rómában olyan ifjú hölgy, aki nevetné magát a karjaidba egy füttyentésedre, és te mégis engem tüntetsz ki figyelmeddel. Egy Vesztaszűzet. Csak egy kisgyerek vágyik az elérhetetlenre. Földe, Krétum, titkolóztál előttünk. Nekem is meglepetés volt. Na, mondd, azt hittem, jó barátok vagytok. Cézár mindig a maga feje után jár. De mit akartok tőlem? Szeretnénk a szívedbe látni. Például, ha egy szép napon Cézár trónján találod magad, a szenátus számíthat rád? Cézár nem szólt utódlásról. Csak a vak nem látja, hogy Cézár kenyértörést akar. A hatalma csak akkor lehet teljes, ha miénket megcsorbítja. Ha megdönti a köztársaságot, és királlyá koronázzák. Visszautasította a koronát, és én hiszek neki. Antonius, a hangod mást sugal. Én Cézárral tartok. Négyet küldtek ellenem. Négyet, papa? Trákokat. Pajzsal és rövid karddal küzdelek. Nézd! Pajzs, rövid kard, egy, kettő, három, négy, öt, hat! Megállj aztán, Pizó. Á, én még szeretnék. Menj, Pizó. Fogadj szót anyádnak. Jó éjszakát. Thank you.
Nem szeretem, ha ilyeneket mesélsz neki. Kicsi még hozzá. Mutasd magad. Üdv, Cézár! Állj fel, Tyrannus, Róma büszkesége. Kegyes vagy, Cézár. Már találkoztunk. A kampániai gladiátoriskolában még szenátor voltam. Te akkor eligazítottál a kardvívásban. Na, túlszorosan fogtad a markolatot. Járjunk egyet. Rabszolgának születtél, Tyrannus? Nem, lovat kaptam. Apám földjén dolgoztam Cipruson. Pompeius serege sokat kegyetlenkedett mifelénk. Elloptam egy centúrió lovát, ezért börtönbe vetettek, onnan meg eladtak gladiátornak. Nehéz élet. Ez volt a sorsom. Aztán a győzelmeim révén sok kedvezményhez jutottam, megnősülhettem. És már van egy kisfiam. Bízom. Hány éves most? 6. Csodálja apjában a gladiátort? Túlságosan is. Így van, ez jó. Milyen sorsot szánnál a fiadnak? Hogy ne kelljen harcolnia. Hogy élhessen, ahogy akar. Mint szabad ember? Igen, hát persze. 10 éven át harcoltam Róma dicsőségéért. 5 nemzetet meghódítottam, és arannyal töltöttem meg a kincstárat. Mégsem láttam más növekedni, csak a szenátorok vagyonát. Nem az ő kedvükért küzdöttem. Azok a földek és kincsek a népet, a katonákat illetik, akik megszerezték. Igazságot akarok tenni, de a szenátus ellenem van. Ezért olyan harcost keresek, akit nem érintett meg a politika, aki őszinte és jól bánik a karddal. Testőrnek? Annak. És többnek. A szenátus vérrel traktálja a népet. De a nép szeret téged, Tyrannus, mert azt képviseled, ami a legjobb bennünk, az erőt, a bátorságot, a becsületet. A következő hetekben állj mellettem, és viszonzásul fogadd el ezt. A fakard. A legbátrabb, legügyesebb gladiátorok jutalma. A jelentése szabadság. Tessék, a fiad már láncok nélkül nőhet fel. Nem tudom, mit mondjak. Mondj igent. Létrehoztam a világ legnagyobb hadseregét. A birodalom határait Britanniától Észak-Afrikáig terjesztettem. Nektek hódítottam meg a világot, Róma népe! Nem a Palatinus dombon székelő szenátoroknak! Tárgyalni kellene a... Csak egyetlen törvényt mondj, melyet Cézár nem szeget meg. A nép nem áll ki. A követ eldobták. Nem hozhatod vissza. Noelle anya.
Mi történt? Noelle anya, kecske beteg. Nézd, mennyi vér. A bábától tudom, hogy 5 halva születés volt a héten, mint fiúk. Csak pletyka. Rossz jelek. A közeli napokban benyújtom a római dekrétumot, melyhez hasonló nagy horderejű törvényünk nem volt az alkotmány alapját képező 12 törvénytábla óta. Az augurok vért jósolnak március idusára, szóljunk Cézárnak. Még megbeszélem a papokkal, és csak azután dönt. De anyám! Felejtsd el, amit láttál. Hogy akarod? Elválasztjuk a testőrétől. Félszesz, Tercius! De gyönyörű! Pizó! Nem láttad a fiamat? Nem! Pizó! Pizó! A piacon voltunk együtt. Félek, hogy elrabolták. Itt várj! Pizó! Pizó! Nem láttátok a fiamat? 6 éves kisfiú! Ekkora! A gladiátor eltűnt. A szállásán is keresték. Nincs sehol. Majd megjön. Hadd várjon a szenátus. Tyrannus nélkül ne menj oda. Antoniusnak igaza van. Majd beterjeszted a dekrétumot máskor. Nem lesz máskor. Ő az? Egy vesztaszűz, Cézár. Hogy hívnak? Kamane, uram. Bocsáss meg. Amit mondok, a magam nevében mondom, nem küldött senki. A jelek vért jósolnak március idusára. Ne menj a szenátusba. Kérlek, ma ne menj. Fontold meg, amit mond. És mit csináljak? Bújjak az ágy alá? Annak örvendene csak a szenátus. De az istenek! Egész életemben fittyet hánytam az istenekre. Ez a nap sem lesz kivétel. A hintót. Menjünk. Kérlek, uram! Csak egy pillanatra kérlek!
Jézus! Bátyám számüzetésben van. Kegyelmez, Cézár! Már megmondtam, nincs kegyelem. Foglald el a helyedet, szenátor. Cézár! Tyrannus! Itt vagyok! Védd meg! Két nagy Cézár! Őt! Az utódomat! Marcus Antoniust? Nem! Nem őt! Octaviust! A húgom fia! Ő váltja valóra Róma álmait, Tyrannus! Tanítsd kardforgatásra! Tanítsd uralkodásra. Úgy lesz. Antonius. Mondott valamit? Azt mondta, hogy védjem meg. Kit védj meg?
Tyrannus. Beszélj. Ki az? És ha lázongás tör ki? Megtettem az előkészületeket. És mi lesz vele? Szörnyű nap ez mindannyiunknak. Magadon. Ami történt, megtörtént. Még mocskos a kezed a vérétől. Kutyák elé vetlek benneteket. Meghalt a zsarnok, csak ennyi történt. Róma megmenekült. Gondold meg, konzul, ez döntő történelmi pillanat. Róma hatalmasságai baráti ölelésben fornak össze, és egyesítik a birodalom erőit. Velünk tart. Övé a hadsereg, kell neked? Majd visszajön. Mondtam, hogy megtettem az előkészületeket. Zsoldosok? Gladiátorok. Rapax a vezérük. Jó pénzért leveri az ellenségeinket. Ellenségeinket? Cézár minden híve a köztársaság ellensége, és ezért felelni fog. A családdal kezdjétek. Kitörőjük nevét a történelemből. Ezzel akarod megnyerni a népszívét? Előbb nyerjük meg a háborút. A nőket megkímélheted. Eredj. Mit akarsz itt? Asszonyom, Cézár meghalt. Meggyilkolták. Hazudsz. Hol van a fiad? Mit akarsz tőle? Cézár őt nevezte utódjának. Ez képtelenség. Asszonyom, erre most nincs időnk. Ne akard belekeverni a fiamat. Már nincs mit tenni, benne van. De hát mi történt? Esküvel fogadtam Cézárnak, hogy megvédem Octaviust. És meg is védem. Az ő vére nem fog az én lelkemen száradni. Anya! Vagy, mit akarsz? Búcsúz anyádtól, fiú! Nem én! Tedd, amit mondok! Mi történt? A nagybátyádat meggyilkolták. Menj Tyrannussal, mert ha igazad beszél, most érted jönnek az orgyilkosok. Menekülj Rómából! Indulj, Octavius! Thank you.
A Vestaszűzek nem avatkoznak a szenátus ügyeibe. Tisztogatás készül. Cézár családján kezdik. Róma intézményeinek tiltakozniuk kell. Tiltakozz az értelem szavával. Értelem, Hugo. Az értelmet száműzték Rómából. Nem minden Vestaszűz ilyen közönyös. Ha eljött az idő, értesítelek. Hojra! Hallgass rám! Kocsioszász és Pizóval Ravennába mentek. Onnan egy kereskedőhajóval Ciprusra. Szálljatok meg Balbusz fogadójában. Nem értem! Maradjatok ott, majd értetek megyek. Hogy mikor, azt nem tudom. Kerüld a főutakat. Csak éjszaka utazzatok. Gyere hamar. Amint lehet. Ja! Menj a lovakhoz. A katonákat hagyd rám. Fogd a kardot. Ha használnod kell, tartsd lazán, ahogy a gyeplőt kell. A nagybátyád is tőlem tanulta. Hamarosan megvirrad. Perugia előtt már nem tartunk pihenőt. Én megpróbáltam visszatartani. Kérleltem. Nem hallgatott rám. Tovább kell mennünk. Nagy Sándor óta nem hordoztak ilyen terhet ifjú vállak. És a világ sorsa függ attól, elbírja-e. Vigyázz rá, édes Vesta, mert Octavius pere már elkezdődött. Hogy egy istenben ennyi vér van. Ha a nép meglátja, végünk. Nem látja meg. Az hogy lehet? Szép csendben kicsempészszük a városból a Viáltikán. Az út le van zárva, martalócok táboroznak ott. Akkor majd mellékutakon visszük az osztjai kikötőbe. A nép mindenhol bosszúért kiállt. Néhány cipó betömi a szájukat. Hősök akartunk lenni. Abba hagyjál. Nincs hova vinnünk. Azt mondtad, nem sikerülhet. És tessék, halottabb a halottnál. Megtisztítjuk az utat a városkapuig, és vége a ribilliónak.
lecsillapodik a csőcselék, előbb, hogy bűze támad. Sötét és veszélyes ösvényeken jársz, ifjú Cézár. A szenátus orgyilkosokat uszított rád. Kerüld a főutakat. Kerüld a falvakat. Még messze északon is üldözik a híveidet, felégetik a házaikat. De ne veszítsd el a reményt. Vannak szövetségeseid. Bíz bennük. Bíz bennem. Mire volt jó? Rád vadászott. Vagy csak hazakészült a családjához? Nem, ez nem. Nézd! Gladiátor kard. A szenátorok, a bátyád gyilkosai. Azok küldték ellened. Hová mész? Haza, Rómába! Veszélyes. Nem! Itt lennem, az veszélyes! Rómában barátaim vannak. Cimber szenátor visszarendelheti a kopóit. Megesküdtem, hogy megvédelek. Veszélybe sodortam a családomat. Én nem kértelek rá. Cézár parancsa, hogy vigyázzak az utódjára. Mondod te? Az semmi. Ki hiszi el neked? Egy rabszolgaszavát. Hát ki vagy te? Ostoba rabszolga. Hódolattal. Sitvány kutya! A legmélyebb. Tisztelettel. Elég! Azt mondtam, hogy elég! Segíts eltakarítani. Aztán alszunk egyet. Éjjel megyünk tovább. Octavius! Téged hívtunk, nem egy hadsereget. Csak a testőrségem. Fölösleges volt. Mint Cézárnak? Fel akarta oszlatni a szenátust. Ugye te nem akarod? Mi mindent szerzett nektek? Róma minden gazdagságát. Etrúria gabonáját. Szicília szőlőjét. Olajat. Nyájakat. Hajókat, rabszolgákat.
mindezt a maga erejéből. Szóval mit kívánsz? Ezért hívtatok ide? A nép lázong. Mit vártok? Cézár vére a kezeteken. Jó, bűnösök vagyunk. De Rómának kellenek a légióid. Mi az ára? A dicső Cézárnak illő végtisztesség. Beszédet mondok a temetésén. Nem lesz temetés. A te Cézárod áruló volt. Ő Cézár volt. De meghalt. Most a szenátusé a hatalom. Mondd majd a népnek. Ha a torkotoknak ugrik, mondjátok nekik. Csak mondjátok meg nekik, hogy a szenátusé a hatalom. Cézár végakarata dönti el, kié a hatalom. A Vesta szüzektől tudom, hogy nincs végakarata. Pedig van. Alig 2 hónapja beszélt róla. Lehet, hogy ebben a teremben Cézár nincs többé. De az akarata ma is Róma akarata. És amíg nem ismerjük az akaratát, titkon a köztársaságon uralkodni igen korai lenne. Az utód Antoniust akarta? Ki mást? Nagyon magabiztos. Azt mondja, dicső Cézár. Dicsőségre tör, ellenünk uszítja a népet. Nem kell sok bíztatás. Végezzünk vele, amíg nem késő. Csöndet. Nem azért öltük meg a zsarnokot, hogy másik jöjjön utána. Cézár a sírból nem parancsol. Kutasd át a házát a végrendeletért. És semmisítsd meg. Mit akartok itt? Ehhez nincs jogotok! Nem engedem, hogy felnújjátok Cézár házát! Eresztetek el! Eresztetek el! Szerencsét, hogy Cassius magához rendelt. Különben végeznék veled. Szóval Tyrannus volt veled? Az a gladiátor, akit láttunk? Meg akart védeni. Azt mondta. Mitől? Nem tudom, apától kell megkérdeznem. Mit? Tyrannus a nagybátyám mellett volt, amikor haldoklott. És azt mondja... Azt mondja, a Cézár engem jelölt ki utódjául. Szegényt jól fejbe kólinthatták az arénában. Vagy talán téged? Mit nevetsz? Semmit, nem nevetek. Ez nem olyan vicces. Jaj, ne haragudj, iszom egy kis vizet. Jöjjön apám katonákkal, itt van Octavius. Siess! Szóval... császárom. Mikor jön haza apád? Még nem. Van elég időnk. Cézár vére tapad a kezemhez. Ez a szenátus bűne, fiam. Nem. Én a barátja voltam. Azzal, hogy mellé álltam, igaznak tűnt föl az ügy. Mert igaz ügy volt.
A köztársaságot védtük. Ha a köztársaságot védtük, miért kell rettegnünk a néptől, melynek szabadságot ígértünk? Miért támadnak ránk az utcán? Miért kell térden állva könyörögnünk Marcus Antoniusnak, hogy csináljon rendet? Még te siránkozol? Én a kedvese voltam. Engem senki sem kérdezett. De sírok én. Cézár halott, de a nap ma is felkelt, és nincs erő, ami őt visszahozza. Míg te a múlton keseregsz, mások már a jövőjüket készítik el. Cassiusra gondolsz? Vagy Antoniusra? Rád gondolok, kisfiam. A te jövődre. Olyan szép fiú vagy. Ki akarna megölni? Az apád. Na, itt talál veled. Erre lesz valahol. Gyertek! Már itt is van. Öltözz fel. Mire vársz? Itt van bent! Most elhagyd! Ne hagyd el! Gyerünk utána! Kapjuk el! Cézár, hogy nem talált külön utódot. Meg tudom magyarázni. De hogy tudod? Cicero! Üzentél értem. Hallottál valamit? Cassius a holttestet a szenátus titkos pincéjébe vitette. És Octavius? Beszélik, hogy Tyrannus van vele. A gladiátor. Te Cézár barátja voltál. Voltak vitáink, azt is tudod. Tudom. De azt a Rómát, amelyet Cassius elpusztítani készült, ti ketten építettétek. Te a szenátusban, ő a csatamezőn. Ne hagyd elveszni. De mit tehetnék? Az összeesküvők nem kérnek a tanácsaimból. Hozd nyilvánosságra Cézár végrendeletét. Ha az a végrendelet létezik. Segítesz? Cicero, teljesítsd Cézár utolsó kérését, és mentsd meg a fiamat. Nocsak, sutyorognak a köztársaság ellenségei. Köztünk csak te vagy a köztársaság ellensége. Csak ne olyan hegykén, vén ember. Mit merészel? Kifelé! Állj fel. Állj fel. Micsoda? Hol van? Thank you.
cselekedsz. Cézár az unokaöccsét jelölte. Octaviust. Még csak kisfiú. Egyszer Cézár is az volt. Cézár is volt kisfiú, igaz, de nem minden kisfiúból lesz Cézár. Bocsáss meg, tudom, hogy a Vesztasz üzek pártatlanságot foglal. Én az igazság pártján állok, és fogadom, hogy a végrendeletet megőrzöm. Mi ez a hely? Hová vezetsz? Csak gyere. Nem is tudnék elszökni. Az biztos. Tisztázzunk valamit. Minden tiszta. Te vagy az utód. Elég ebből. Nézd, úgy értetted, hogy a nagybátyám? Jól érted. Rosszul értetted, mert képtelenség, hogy... Nem, nem képtelenség. Te őt nem ismered. Nem tud semmit. Lenézett engem. Ez az igazság. Aki 20 percnél tovább beszélt vele, megmondhatja. Szóval elég a mókából. Miért hoztál ide? Majd meglátod. Azokkal tartasz, akik ezt tették. Rám nem hallgattál. Rá talán hallgatni fogsz. Nem szánalmat kér, hanem az erődet. Harminc tördövés. De az arca rezzenetlen. Nem fél. Nem alkuszik. Megveti gyilkosait. És utolsó leheletével talán... Mondott neked valamit, ami... De... De semmit ahhoz képest, ami kimondatlan maradt. Elmondtad még életed. Az arcomba mondtad. A visszatetszésedet. Hogy léha vagyok. Könnyelmű. Megbízhatatlan. Semmibe se vettél, ugye így volt nagybátyám. Méltatlan vagyok az örökségedre. Miért fosztottak meg dicsőségettől az istenek? Bemocskoltak, akiket felemeltél. Áldozat Rómáért. Ez volt az egész életed. És ez a köszönet érte. Mindig csodáltalak. Olyan akartam lenni, mint te. Igazán? De ha ez a sorsa egy Cézárnak... Nem kell a nagyság. Ha ezt szántad nekem, csalódást okozok. Már megint. Hát itt van ő is. Az új Cézár, ahogy a bátyja akarta. Nem hisz benne. De a végrendelet nem hagy kétséget. Látnia kellene. A Vesztasz üzek templomában őrzik. Menjünk oda. Kérlek.
Tucatnyian sóvárognak uralomra, és Cézárnak ő kellett. Megtisztítják előttünk az utat az osztiai kapuig. Feltűnés nélkül elhagyhatjuk a várost. És Antonius? Azt mondják, gyászol. Csak megjátsza. Kapott egy esélyt. Még megbánja, hogy nem ért vele. Kinyúlt hozzá. Mit keresel te itt? Elbúcsúztam egy régi baráttól, és ti? Mit szól majd a nép? Zsarnoknak vagy áldozatnak látja? Nem látnak semmit. Egy hitvány rongyelt akarja, amit tettetek. Vigyázz a szádra! Cézár már nem tud megvédeni. Védelemre szorulok az új köztársaságban. Ilyen gyorsan nem évül el, amit tettél, de az ő tettei sem. Milyen bátran védelmezett holtában? Az élőt bezzeg hévvel ostoroztad. Kikeltem minden zsarnokság ellen, amikor te még járni tanultál. Abban a csarnokban, amelyet ma vérrel mocskoltatok. Handabandázni azt tudsz, de Rómában nincs helyed. Ha itt maradsz, az ő sorsára jutsz, az istenekre mondom. Rajtad tartom a szemem. Most elmehetsz. A rejtek ajtón. Vigyétek! Baj van! Halljátok! Ez Antonius. Minket ízekre tépnek. Bántak el a ti Cézárotokkal. Jaj, Cézár! Menjünk vissza. Visszamesdelt a posnak. Mutasd gyávaságot és elvesztél. Dacolj a veszéllyel és győzöl. Honnan tud a terveinkről, Antonius? Tőlünk nem. Engednünk kellett volna. Antoniusnak nem kell ajándék. Csak az erőből ért. És a csőcselék? Az miből ért? Árulás! Gyilkosok! Árulás! Hozd ki Acciát a börtönből. Cézár nővére majd lecsillapítja a tömeget. Menj! Akartátok elérni. Cézár barátai! Hallgassatok meg! Nem vártak ide benneteket, de eljöttetek. Itt vagytok azok rémületére, akik megpróbálták Cézár holttestét alattomban kicsempészni a városból. Akik megtagadták tőle gyászunkat.
a végtisztességet. Nem mutatok rájuk. Tudjátok, kik ők. Ők azok a szenátorok, akik alig egy hónapja még dicshimnuszokkal árasztották el. Mi csinál ez? Nem Cézár, Antonius trónját díszíti. Ők azok, akik koronát kínáltak neki. És Cézár volt az, aki elutasította. Most mégis azt mondják, zsarnok volt. Despota. Azt kívánják tőlünk, legyünk hálásak véres tettükért. Tőlem megkérdezték utána, mit kívánok. Megkérdezték, hogy mi az ára annak, hogy a barátomat, Cézáromat elvesztettem. Hogy Rómában széthúzást keltenek. Azt mondtam akkor, azt mondom most is. Nem akarok mást. Csak a legnagyobb rómainak megadni a méltó végtisztességet. Hát ez az, amit Cézár érdemel. Börtönben rohadsz meg. Választhatsz. Mit akarsz, Ácia? Atyám szerettei, szeretett titeket, Róma polgárai. Ti voltatok azok, szabad és büszke polgárok, akik erőt adtatok küzdelmeihez. Csak ti, nem a kegyetlenkedő katonák, nem az egyéni haszonért versengő politikusok, csak ti. Most sokan félremagyarázzák Cézár szándékait, de én jól ismertem. A fivérem volt, és tudom, mélyen meghatná, hogy eljöttetek. De kérve kérlek benneteket. Tiszteljétek az akaratát. A parancsát. Láttam a végrendeletét. Mert van végrendelet. Cézár akarata szerint az utóda Octavius. Cézár egyetlen jogos örököse Octavius. Octavius! 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 Ha van végrendelet, mutasd meg! Miért, hogy Cassiussal összetéphessétek? Ezért meghal a szaja. Octavius! Nem Cézár választ utódot. A nép Octavius-t ki. Nem vagyok sok egy gyerünk.
Gyorsan, gyorsan! Tiszteletadás! Így csinálják! Részem volt benne az arénában. Ilyen a nép! Ilyen a ragaszkodása! Ez a te örök részed! Bontakozik ki Rómában, melyben egy új birodalom születik. Egy birodalom, mely a népharagból támadt, és a nép akarat fogja új uralkodóját vezérelni. Érted, mit indított el Cézár? Polgárháború. Fellobbant az első láng. És mostanra összeírások vannak, titkos tárgyalások, fejek hullanak. 100 év alatt sem épül fel, ami itt megsemmisült. Róma elpusztul, leányom. Nem, Róma él, amíg ég a szent tűz. Azt hiszed? Erre esküdtem. Szerencsés vagy, én alattam. Megingott a talaj. Elmegyek Rómából. Majd visszajössz. Nem. Menekülök. Sáska hadd lepi el a várost, az én időm lejárt. Ugye most gyávának gondolsz? Nem. Nem, te bátor vagy. De ezekben a napokban még bátrabbnak kell lennünk. Cicero, itt van a végrendeletet. Látni se akarom. Olvasd fel neki! Meg fogod hallgatni! Nem! Elég! Ez szent hely. Ülj le. Csak pár napja találkoztunk. Egy egész élet. Igen. Majd széttépték. A tömeg. A nevét üvöltötték. Aztán értem üvöltöttek. Nem érted. Cézár ért. A tömeg szemében te már nem vagy önmagad. Nem akarok Cézár lenni. Azt elhiszem. Engem a bátyád jelölt ki. Nem tudtad. 6 éves koromban, mi akkor kezdünk. Elhoztak otthonról, ide kerültem. Kezdődött a beavatás, azt mondták, nagy kitüntetés, hogy a 6 veszteszűz egyike lehetek, de nem éreztem kitüntetésnek. Ellenkezőleg. Tudom, milyen az elhivatottság. És a méltatlanság érzése, ami vele jár. Azonban a döntés nem a miénk, én már örökre veszteszűz maradok. És te Cézár leszel. Szóval igaz. Igaz. Engem nevezett meg? És a fiának vallott.
Gaius, Octavius, Cézár. Mintha saját fia volna. Ez az ő gyűrűje, ránk bízta megőrzésre. Most már téged élet. Fogd ezt a listát. Kevés megmaradt hívünk. Vigyázz rá. Vigyázz rájuk. Vigyázz mindnyájunkra. A szalátos levélben kinyitni! Lovak várnak a városfalon kívül. Megőrültél? Mit merészelsz? Ez a hely szent! Ti ketten a raktárakhoz. Ti utánam! Gyerünk! Egy ujjal sem merj hozzáérni! Mibe kevertél minket? Megyünk. Messzire. Cicerótól kaptunk címeket. Bíz bennem. Úgy menekülsz Rómából, mint az űzött vad. És úgy térsz vissza, mint uralkodó. Magyar hangok. Balázs Zoltán, Kőszegi Ákos, Széles László, Hámori Gabriella, Gyabronka József, Forgács Péter, Széles Tamás, Kálid Artúr, Hűvösvölgyi Ildikó, Kristóf Tibor, Ősi Ildikó, Mesterházi Gyula, Varjú Olga, Hász van der Péter, Molnár Zsuzsa, Lánk József, Varga Gabriella, Gruber Hugo. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Mikroszinkron készítette.